Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a kedves nézőket. Ez a Szombathelyi Televízió, és most Önök a Közrend adását látják mai témáinkból. Szociális hét fontosabb eseményei. Budapesti szakmai kiránduláson is részt vettek a KEF tagjai. A Narcotics Anonymous önsegítő csoport megalakulásáról és jelentőségéről is beszélgetünk, valamint szó lesz arra is, hogy ebben az őszi időszakban hogyan lehet biztonságosan szórakozni. Tartsanak ma este is velünk, rögtön kezdünk! Kedves nézőink, tehát ez a Közrend, és a stúdióban megszokott vendégeinket köszönhetem, Kelemen Krisztiánt, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum elnökét, valamint Tóth Balázst, a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szakmai társelnökét. Jó estét kívánok, szervusztok! Jó estét kívánok! Fontos és meghatározó témákhoz érkeztünk, amik egy kicsit olyan általánosnak is tűntek, hetnek, de azt hiszem, hogy ha belemegyünk ezekbe a címszavakba, amit az előbb én felsoroltam, akkor nagyon sok érdekességről fogunk hallani. Balázshoz fordulok először, szeptember 9-én voltatok egy nagyon szakmai kiránduláson Budapesten. Egyrészt kinek a meghívására hogyan kerültetek, vagy milyen szervezésben volt ez, vagy egyszerűen a szombathelyi KEF úgy gondolta, hogy érdemes tapasztalatcserére Budapestre utazni? Nagy örömünkre szolgált, hogy az ősz időszakot megelőzően, úgy tavasz környékén felmerült a KEF tagok részéről, hogy kellene egy kohéziót, szakmai együttműködést erősítő kirándulást szervezni, és kaptunk egy felajánlást az Erzsébet Ifjúsági Alaptól, Borsos László jóvoltából, aki tagtársunk a KEF-ben, hogy egy ingyen autóbuszos utazást biztosítanak számunkra. És elkezdődött ugye a szervezés, és így esett az előzetes időpont megjelölés szeptember 9-re, amit nagyjából olyan 28-30 fő részvételével tudtunk abszolválni, ami egy nagyon szuper részvételi arány. Részt vettünk elsődlegesen az Zuglói Kábítószerügyi Egyeztető Fórum visszahívásán gyakorlatilag, akik meglátogattak bennünket 2021-ben, és ők szerveztek nekünk a szakmai nap első felében ilyet, hogy Családcentrum Alapítvány, ahol megtudtuk, hogy Zugló és környékén a családok, az iskolás gyermekeket nevelő családok milyen problémákkal küzdenek, a drogfogyasztás mennyire vagy jelen az ottani általános és középiskolákban, oktatási intézményekben, mi az a struczpolitika, amikor nem jeleznek a jelzőrendszernek a tagjai, mennyire probléma az, hogyha egy pedagógus talál egy elfbárt a fiatalnál, amiről tudjuk, ugye, hogy tiltott és illegális, és utána a jelzési kötelezettség ugye nem történik meg. Aztán láthattunk fényszínházat, ami egy lézershow volt. Gyakorlatilag ez volt a fénypontja, az egyik fénypontja a napnak. Egy nagyon interaktív, nagyon látványos történetbemutatás, hogy a fiatalok hogyan kezdenek el drogozni, milyen problémákon mennek keresztül, rengeteg vizuális élmény, lézerefektekkel, füstgépekkel, egyebekkel. Mi volt az a legfontosabb gondolat, eszmecsere, amivel, bár ez már, ahogy említetted, ez egy visszahívás volt, amivel adott esetben a szombathelyi KEF is tud élni, illetve tud előrelépni, vagy mi volt az, amit ők vettek át, vagy ti vehettek át, vagy ami tulajdonképpen a tanúság vagy zárása volt ennek a találkozónak Zuglóban? Mindenképpen a párhuzamosságok, tehát hogy mit csinálunk mi itt Szombathelyen, és mit csinálnak ők, kik az ő szakembereik, mi az ő problémájuk, mi az ő megoldási lehetőségük, alternatívájuk, mik azok az irányok, fejlesztések, jövőkép, amik felé ők haladnak. Volt egy Egészségporta Egyesület nevű résztvevő ezen a szakmai napon, ahol lepróbálhattuk például szituációs gyakorlatokkal a szülői nevelési stílusokat. Az alapsztori az annyi volt, hogy a gyerek nem akarja a leckét megcsinálni időre és megfelelő minőségbe, tartalommal, és a közönség tagjaiból választottak ki résztvevőket a szituációkhoz. Szereplőket, igen. És teljesen leképződött az, hogy melyik a helyes nevelői stílus szülő részéről, illetve kommunikáció. És hát a napot az gyakorlatilag a 13. kerületi prevenciós központ, prevenciós háznak a megtekintésével zártuk. Onnan is tudtunk meríteni rengeteg tapasztalatot. Szombathelyen nem létezik drogos szabaduló szoba. Volt ilyen meghívott vándorkiállítás itt, ahol több ezer fős részvétel volt általános és középiskolások részéről.
Minden további nélkül minimális anyagi befektetéssel lehetne ilyen szabadulószobát létesíteni. Ezt nagyon kell elképzelni, mennyiben másabb ez a szabadulószoba az ismertekhez, mitől drogos szabadulószoba ez? Van 8-10 olyan életkép, élethelyzet, ami meghatározó a függőség, az addikció kialakulásának az útján. Nekem ami leginkább tetszett, az egy félbevágott gépjárműnek a sziluettje volt, ami egy közlekedési balesetet szimulált, de nagyon korrekt, maradandó látványelemekkel tudják azt a fiataloknak átadni, üzenni, hogy hova juthatsz, milyen kockázatokat hordozol, hogyha drogozol, vagy piálsz, vagy bármi hasonló. Volt itt egy tanoda is, ami szintén áthozható szakmai modell számunkra, valamint közösségi teret is láttunk, ahol a legmodernebb technikai eszközökkel tudják a fiatalok a mostani digitális igényeiket gyakorlatilag kielégíteni. Csupa-csupa szakmai eredmény ez a nap számunkra, illetve a közösség összetartozása, a KEF-tagok közötti kommunikáció is megindult ilyen szempontból. Nagyon örültünk neki, hogy ezt is sikerült megvalósítanunk. Előremutató tehát, és közös programok is talán még lesznek, vagy egy kölcsönös visszahívás. Mit érzel, mit éreztek? Vajon ezek közül, ami újdonság volt, mit szeretnétek legelőször megvalósítani Szombathelyen is? Amiben ötlet szintjén nagyon gondolkozunk, az a szabadulószoba. Tehát az a leglátványosabb, legkreatívabb, legmaradandóbb. Így van, igen. Hely már megvan, de még kellenek teendők. Sokszor hangzott, tehát természetesen kábítószer egyeztető fórum szakmai útján voltatok, a kábítószer a drog, és a következő témánk, amiben majd aztán Krisztiánt is szeretném kérni, hogy kapcsolódjon be és számoljon be a tapasztalatairól, hogy egy nagyon új csoport, legalábbis Szombathelyen egy új csoport alakult, ez a Narcotics Anonymous önsegítő csoport. Ez létezik már egy bizonyos idő óta Magyarországon, de Szombathelyen még nem. Egyáltalán mit jelent ez? Mióta létezik Magyarországon, hol vannak ilyen központok, és miért csak most, ha idézőjelben mondom a csakot, került Szombathelyre? Egy kicsit az előtörténetet, hogyha megmutatnád. Szeretném előre bocsájtani, hogy ennek az önsegítő csoportnak én nem vagyok sem képviselője, sem résztvevője. Szerettünk volna a stúdióba meghívni egy hiteles vendéget, aki ezt be tudja mutatni, de sajnos nem jöhetett létre részükről, időelfoglaltság miatt. Én az elmúlt egy évről tudok beszámolni. A KEF-ben merült fel, hogy amikor valaki valamilyen felépülni szándékozó személlyel, vagy drogot fogyasztó fiatallal, vagy bármilyen korosztályból származó személlyel foglalkozik, akkor letellik mondjuk egy egyéni esetkezelésnek, vagy csoportterápiának az ideje, ami általában olyan 6-8 hónap, de lehet ennél rövidebb is nyilván, hogy utána hova tudjuk delegálni a drogost, az alkoholistát, aki még nem ért el mondjuk a teljes abszinenciát, vagy nem épült föl teljesen a fogyasztásból. És azt vettük észre, hogy nagyon leterheltek az egészségügyi és szociális ellátórendszer intézményei, így önsegítő csoportoknak próbáltunk utána nézni, hogy mik léteznek, és megdöbbenve tapasztaltuk pozitív értelemben nyilván, hogy Sopronban működik a Narcotics Anonymous. Felvettük a kapcsolatot a képviselőivel, akik aztán a meghívásunkra eljöttek egy KEF ülésre, ahol bemutatták ennek az egész rendszernek a működését, és ott született egy mondhatni döntés, vagy egy olyan szándék, hogy létre kellene hozni ezt Szombathelyen, és elkezdődött a Narcotics Anonymous részéről ugye a szervezkedés, hogy kik lesznek itt az indító tagok, hol lesz itt fix helyszín, mi az az időintervallum, ahol ők egyáltalán működni tudnak. És nagy örömünkre elnök úrral kaptunk egy meghívást az elmúlt hetekben egy nyitott ülésükre, ami teljesen bizonyította számunkra, hogy ez az önsegítő csoport ez működik, létezik itt Szombathelyen. Miért jó ez? Teljesen non-profit szervezet. Nem fogadnak el támogatást, nem fogadnak el adományt, önfenntartóak. Csak olyan személyek vehetnek részt az üléseken, akik felépült szenvedélybetegek vagy felépülők. Gyakorlatilag a saját életútjukat vállalva, a saját felépülési szakaszukat
úgymond átadva próbálnak meg segíteni azoknak a tagoknak, akik úgy döntenek, hogy szakítanak a káros szenvedélyekkel, illetve a nem megfelelő életvitelükkel, gondolok itt legfőképpen a kábítószer fogyasztásra. Van egy 12 lépésből álló programjuk, ami alapján haladnak. Ugye ennek a 12 lépésnek a legfőbb célja, végcélja a szermentesség elérése és egy olyan boldog élet kialakítása, ahol nincs jelen a kábítószerfogyasztás. És hoztam egy kis segédanyagot, hogy mit nem csinál az ENNA, ezt azért itt tisztáznám, mert erre kértek is, hogy öntsünk tiszta vizet a pohárba, nem kezdeményezi a függők gyógykezelését, nem toboroz tagokat, nem kezdeményez vagy támogat kutatásokat, nem vezet jelenlétévet vagy kortörténetet, nem csatlakozik szociális intézmények tanácsaihoz, nem követi vagy befolyásolja a tagjait, nem készít orvosi vagy pszichológiai diagnózist vagy prognózist, nem nyújt elvonási vagy ápolási szolgáltatásokat, kórházi ellátást és semmiféle orvosi vagy pszichiátriai kezelést, nem nyújt vallási szolgáltatásokat, nem biztosít lakást, élelmet, ruházatot, állást, pénzt vagy más szociális juttatásokat, nem nyújt háztartási vagy szakmai tanácsokat, nem fogad el pénzt a szolgálataiért vagy más juttatást nem ennás forrásokból, nem ad ajánlólevelet bíróságoknak, ügyvédeknek, társadalmi szervezeteknek vagy munkáltatóknak. Nevéből adódóan anonim, tehát nagyon próbálják ezt azt hiszem megóvni most az elmondottak alapján. Ha jól értem, akkor itt az 15 lépcsős segítségnyújtásról van szó. Szóval az első lépcső az talán a legvagy a nulladik lépcső a legnehezebb, hogy valaki valóban elmenjen oda, ahol ez lesz. Ha jól emlékszem, az Herényiek házában kaptak ők helyet. Nehéz lépés nyilván odáig eljutni, hogyha meg akarok én gyógyulni, és ez nem feltétlenül csak egy drog probléma, bármilyen pszichológiai, bármilyen emberi probléma, hogy ha társakat találok, hogy valakivel meg tudom beszélni a problémámat, akkor az nekem már segítség. Ha már kibeszélhetem magamból, az már egy nagy megkönnyebbülés, azt hiszem a leghétköznapibb helyzetekre is kivetíthetjük. Krisztián, nem tudom, voltál, te is ott voltál ezen a találkozón, igen. Neked milyen tapasztalataid vannak, voltak, mit láttál, mi az, amit még meg tudsz erősíteni azoknak a nézőknek, akik esetleg most kaptak egy olyan mankót, amire végre rátámaszkodhatnak. Igen, én is úgy látom egyébként, ahogy társelnök úr, hogy a közösség gyógyító ereje működik, és a tapasztalatom az volt, hogy különböző szintek vannak. Ahogy említetted, az első szint az, hogy valaki elmenjen egy ilyen közösségbe, hiszen valami fajta szégyenérzete is van a függőknek, amikor rádöbbennek arra, meghozzák azt a döntést, hogy tisztán szeretnének élni. És ha már eljutottak ebbe a közösségbe, akkor ott az őszinteséggel fognak legelőször találkozni. Tehát ott a tagok, a jelenlévők megnyílnak egymásnak, és ezzel felépül egyfajta bizalom, ez a második szint, és utána jön a segítés, a közösség gyógyító ereje. És ami még engem nagyon meglepett, az a szeretet. Tehát nagyon a szeretetre építenek, és én azt gondolom, hogy van ebben a közösségben egyfajta példamutatás is, hiszen az, hogy mióta tiszták a jelenlévők, az különböző. És én azt gondolom, hogy aki mondjuk 3 hete tiszta, annak példaértékű az, aki mondjuk 400 napja tiszta. És aki 400 napja tiszta, annak példaértékű az, aki 800 napja tiszta. És valóban tényleg egymást segítik. És a hétköznapokban is egyfajta baráti kapcsolat alakul ki közöttük. Én ezt tapasztaltam, hogy felhívják egymást, beszélnek a hétköznapokban is, különböző magánéleti kérdésekben kikérik egymás véleményét, és én azt gondolom, hogy ez az erő, ami odáig vezethet, hogy akár egész életükben tiszták tudnak maradni.
Ehhez a témához kapcsolódik, hogy jövő héten, illetve november 7-től indul a szociális hét, aminek nagyon sok érdekes és izgalmas programja lesz, például a szenvedélybetegeknek is fog nyújtani segítséget. Egy picit beszéljünk arról, hogy mit is jelent a szociális hét, van-e valamilyen tematika, amire idén épül, és kik lesznek a legfontosabb előadók? Én azt gondolom, hogy a szociális hétnek mindig az egyik legfontosabb célja az az, hogy ne csak abban az egy hétben legyünk szociálisan érzékenyek. Tehát ebben az egy hétben hívjuk fel arra a figyelmet, hogy egész évben szociálisan érzékenynek kell lennünk. És nyilván a fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó közhasznú non-profit KFT-nek a főszervezője, de ugyanúgy társszervező a Szombathelyi Egyesített Bölcsődei Intézmény vagy a Pálos Károly Szociális Szolgáltató Központ és Gyermekjóléti Szolgálat is. És az idei évben a Szombathelyi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum is csatlakozott a szociális héthez. Nekem személyesen több kapcsolódási pontom is van, de a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum finanszírozásával november 9-én szerdán 11 órakor dr. Zacher Gábor tart egy előadást a mindennapi függőségeink témakörben, amit egyébként én már ismerek tőle korábbról, és nagyon érdekes előadás. Ez Szombathelyen a Városházán lesz egyébként a közgyűlési nagyterembe. Ez egy nyitott, nyílt előadás, tehát bárki el tud erre jönni. Nagyon hasznos témákat tartalmaz ez az előadás, tehát nagyon érdekes nyilván főorvos úrnak ugye az érdekes előadási stílusában. Én azt gondolom, hogy ez minden korosztály számára érdekes lehet. De itt meg kell, hogy említsem, hogy minden évben a krízis időszak elején tartunk egy kerekasztal beszélgetést. Ezen jelen vannak a rendőrség, a belvárosi rendőrös, a közterületfelügyelet, a polgárőrszervezetek, a mentőszolgálat, a fogyatékkal élőket és hajléktalanokat ellátó közhasznú non-profit KFT képviselője, az utcai szociális szolgálat képviselői, tehát nagyon széles körű a részvétel, és ennek a kerekasztal beszélgetésnek az egyik fő célja az, hogy a krízis időszakban, tehát a téli időszakban a hajléktalanokat megvédjük attól, hogy kinn a szabadban esetleg megfagyjanak. Tehát ilyenkor felhívjuk mindenkinek a figyelmét arra, hogy van egy bizonyos zöld szám, ez a 0680-205-165, ez a FEJE Kft-nek a telefonszáma, hogyha bárki hidegben hajléktalant lát bárhol feküdni, vagy akár maga tehetetlen helyzetben, akkor hívja ezt a telefonszámot, és az utcai szociális szolgálat kimegy, és rábeszélik a hajléktalant arra, hogy autóval bevihessék a Zanati út egy szám alatt található hajléktalan szállóra, hogy ott töltse az éjszakát. És nyilván ez egy széles körű összefogás, és én azt gondolom, hogy itt ebben a téli időszakban még nagyobb szükség van a szociális érzékenységre, és nem csak a hajléktalanok szempontjából, hanem most már téma lesz az is, hogy adott esetben, ahol a rezsiköltségek mondjuk problémát okoznak, és emiatt nem kapcsolja be a gázkonvektort egy lakó, tehát nehogy a saját lakásában fagyjon meg. Tehát itt fel fogjuk hívni arra a figyelmet, hogy a szomszédok is figyeljenek oda egymásra. Ugye a rendőrségnek van egy programja, a szomszédok egymásért. Ez most még nagyobb értelmet fog nyerni, én azt gondolom. Milyen érzékenyítő előadás lesz még a héten, illetve amit érdemes lenne kiemelni kicsit konkrétan időponttal együtt? Nagyon sok előadás lesz. Itt van előttem a rendezvény hétnek a szórólapja. Csak egy-kettő fontosabb a tényleg, amit itt érdemes meghallgatni, illetve tudni, hogy hol van a helyszín, hogy elmehessenek, tudjunk úgy készülni. Szintén a Városházán a házasságkötő teremben lesz szerdán 13 órakor egy előadás. Steigerwald Krisztián generáció kutató előadásában, a Generációk nyomában címmel.
Ez is ismerős számomra ez az előadás. Gyakorlatilag a generációk közti különbségekre helyezi a hangsúlyt. Próbálja egy picit definiálni azt, hogy a generációk kommunikációban, illetve egymás megértésében hol csúsznak el. Tehát nyilván most már bizonyos területeken a fiatalok tanítják az időseket. Tehát ez a régi hagyomány, hogy a kor, a tapasztalat az gyakorlatilag, hogy is mondjam, mindent felülmúl, ez már nem teljesen igaz. Hiszen az unokák tanítják a nagymamáknak, hogy hogyan kell kezelni az okostelefont, hogyan kell használni a számítógépet, egy Excel táblát hogyan kell megformázni. Tehát én azt gondolom, hogy ez a tisztelet nem csak az idősek irányába kell, hogy meglegyen, hanem visszafelé is a fiatalok irányába, hiszen egy felgyorsult világban élünk, és a fiatalok sokkal rövidebb idő alatt sokkal több információt tudnak magukévá tenni, mint például mi a gyermekkorunkban, vagy akár most felnőttként. És bocsáss meg, milyen izgalmas az, hogy nekünk felnőtteknek, vagy talán még nálunk idősebbeknek is azt megtanulni, hogy a fiataloktól tanulhatunk. Ugye talán ez lehetett az, ami régen nem nagyon volt jellemző. Igen. Valóban az öregekhez, idősebbekhez fordultunk tanácsért, most azért ők is vállalják, hogy na gyere, kicsi fiam, mutasd meg, hogy mit kell nekem erről tudni. Ezt is meg kell tanulni, azt hiszem, a felnőtt korosztálynak. Igen, egy 20-30 évvel ezelőtt ez életidegen volt, most pedig egyre természetesebbé válik. És akkor még egy programot szeretnék kiemelni. Ez a séta a Zanati úti hajléktalan szállón. Ez november 10-én csütörtökön 14 órától lesz. Helyszín értelemszerűen a Zanati út egy a hajléktalan szálló. Tehát ide bárki mehet, és akkor megnézheti azt, hogy milyen körülmények között vannak a hajléktalanok a szállón, hogyan töltik a mindennapjaikat, illetve a hajléktalan ellátó rendszerünkbe nyernek egy kis betekintést, hogy hogyan működik ez a rendszer, milyen szolgáltatásokat kaphatnak a hajléktalanok, hiszen azt ne felejtsük el, hogy ez egy élethelyzet, és bárki bármikor kerülhet ilyen élethelyzetbe. Nagyon szépen köszönöm. És még egy beszélgetés témánk van, ami egy másik generációt, most valóban a fiatal generációt érinti elsősorban, de nem mondjuk, hogy fiatal, mert bárki mehet szórakozni. A szórakozások időszaka egyik oldalon nyár, mert az a fesztiválok időszaka. Ne gondolja senki azt, hogy ha vége van a nyárnak és a fesztiválok leálltak, akkor már nem lehet szórakozni. Ilyenkor inkább az iskolás korúak, középiskolások, főiskolások, egyetemisták azok, akik adott napokon, főiskolás bulin, vagy egy hétvégi szórakozáson, vagy egyszerűen csak egy gólya avatón, gólya bálon, vagy most már lassan majd a szalagavatókat is elkezdik rendezni a városba. Milyen jó tanácsokat tudunk adni ezeknek a szórakozni vágyóknak, vagy talán inkább a szüleiknek, hogy hát végül is a fiataloknak ez jól esik, hadd menjenek, hogyan tudunk megnyugtatni, hogy hogyan lehet jól, biztonságosan szórakozni, akár hétvégén, akár akkor, ha esetleg hétköznap van egy-egy ilyen buli. Ugye ez a szórakoz biztonságban és tisztán szlogen, ez eléggé ilyen steril, univerzális témának tűnhet, sokszor beszélünk itt adásban is róla, viszont mindig vannak apropói ennek a témának, hogy napirendre kerüljön. Ugye változatlanul probléma a rohamivás a fiataloknál, ami azt jelenti, hogy még a szórakozóhely épületén kívül próbálnak olyan mennyiségű alkoholt nagyon rövid idő alatt elfogyasztani, hogy a lerészegedés szintjéig eljussanak. Itt már ugye nem a jókedvről beszélünk, hanem itt már sérül az egyén, úgy az értéktárgyai, mint az egészségi állapota például, vagy olyan kortárs, káros hatások érhetik, amit önszántából józanul, tiszta tudattal nem szeretne például megtenni. Most itt gondolhatunk ilyenre, hogy szélsőséges esetben megjelenhet például szuicid magatartás, valaki öngyilkossági kísérletre készül, ez a legextrémebb, hallunk ilyenről azért minden hónapban van, hogy heti szinten. Ezt nyilván valamilyen olyan szer okozza, legyen ez drog, legyen ez alkohol, amit józan állapotában valószínű nem tenne meg. Ezekre a személyekre oda kell figyelni, tehát a legfőbb ismérve az, hogy ne menjen egyedül szórakozni. Mindig menjen a kortársával, mindig menjen baráttal, barátnővel, csoportba, és ami nagyon fontos, hogy a szórakozás végén is lehetőleg ugyanannyian távozzanak ebből a szórakozóhelyből, ahányan érkeztek. Rohamivás mellett veszély lehet még nagyon sok antidepresszáns
tabletta, gyógyszer, recept nélküli szer található a háztartásokban. Ugye ez ilyenkor derül ki, például a nyári időszakot említette, hogy például a Balaton vizébe milyen szennyeződések kerülnek bele egy nyári időszak kapcsán. Ez bizonyítja, hogy mennyi antidepresszánst szednek az emberek. Ezekhez a fiatalok hozzá tudnak jutni, és az alkohol gyógyszerrel kombinálva végzetes lehet ez a kombó gyakorlatilag. Fontos, említettem az értéktárgyakra való odafigyelést, tehát hiába van tele a ruhatár, hiába nincs idő arra, hogy mondjuk megvárja a sorban állást, és akkor leteszi a kabátját éppen ahova gondolja, az a kabát az már biztos nem lesz ott. És akkor eljutottunk a lényeghez, amikor ő kikér a bárpultnál egy italt, legyen ez alkoholtartalmú, nyilván itt figyelni kellene a jogszabályok betartására, hogy 18 év alatt itt is kiszolgálnak nagyon sokszor sajnos. De épp ezt akartam kérdezni, nem bízhatunk a most adott szombathelyi szórakozóhelyekbe, hogy erre odafigyelnek? Mert nyilván nem akarom én sem őket, vagy nem akarjuk mi sem megbántani őket. Van egy jó módszer arra, hogy ők azért ellenőrizve legyenek, vagy egy visszatartó erő, hogy valóban elkérjék a személyigazolványt, diákigazolványt, tudva azt természetesen, hogy egy fiatal társaságban valaki már kérhet alkoholt, valaki meg még nem, és az, aki kérhet, az kérhet többet is a fiatalabbaknak. Én azért merném, vagy hát szeretném azt hinni, hogy azért a szórakozóhelyek itt Szombathelyen megnyugtatóan figyelnek erre. Higgyünk ebben, hiszen biztos, hogy bírságot, intézménybezárást nem fog kockáztatni egy vállalkozó. Viszont mindnyáján voltunk fiatalok, nagyon jól tudjuk, hogy a kiskapuk megvannak, tehát amihez hozzá akarunk jutni, ahhoz hozzá tudunk jutni. A fiatalok is így vannak ezzel, és ez így is van, sajnos. A másik része a dolognak, hogy, mint említettem, itt biztos, hogy jelen vannak a kábítószerek egyébként a piacon, tehát aki hozzá akar jutni, akár direkt forrásból, baráti társaságból, akár indirekt forrásból, egy díler kapcsán, meg tudja tenni nyilván. És ez az a pillanat, amikor mondjuk egy bárpultnál nagyon-nagyon meg kell figyelni, hogy amit én átveszek ott poharat, az hogyan jut el hozzám, ki az, aki még esetleg ebbe bele tud csempészni valamit. Ezért szoktuk azt mondani, vagy szoktátok azt mondani, vagy ez benne van, remélem a köztudatban, hogy lássam, hogy előttem nyitnak ki mondjuk egy üveget, és azt akkor már, ha én fogom, akkor talán nem kerülhet bele semmi. Hasonló esetekről lehet-e hallani itt, vagy ez azért még elkerülje a szombathelyi szórakozóhelyeket? Az, hogy italokba beletennének valakinek az akarata nélkül bármit, ez ritka, de nem bizonyított. Tehát azért oda kell figyelni arra, hogy nem hagyom ott a poharamat őrizetlenül. Amit kikérek, azt meg is iszom ott akkor, inkább kikérek egy másik adagot. A probléma az inkább ott van, amikor tényleg a kíváncsiság által vezérelve, vagy a megszokás, az alkalmi kipróbálás, vagy már a függőség kapcsán bekerülnek tabletták, porok, különböző növényi származéknak tűnő bármilyen anyagok, ami akár patkányméreg is lehet. És ugye itt van a kortárs csoportnak a nyomása, hogy ha nem fogyasztasz, ha nem fogadod el, ha nem vagy velünk pariba, akkor nem vagy barát. Ugye nem kockáztatja ezt meg, hanem azt mondja, hogy akkor fogyaszt. Megkóstol számára ismeretlen anyagot, kontrollálatlan mennyiségbe, minőségbe, és ezek szoktak odáig vezetni, de gondolom erről majd Zaher főorvos is beszél sokat nekünk. Hallunk róla. Hogy amikor beszállítja a mentő a sürgősségre drog probléma miatt, nem tudják megmondani, mit fogyasztanak, mert nincs anyagmaradvány, amit be lehetne vizsgálni, hogy akkor most mi volt itt a hatóanyag. Mit tud tenni az orvos? Megfigyelés alá helyez, illetve infúzióra köti. Várnak 24-48 órát, vagy kitisztul a szervezetből ez az anyag, vagy nem. A másik a mennyiség. Vannak olyan esetek, amikor 2-3 személynek elegendő mennyiséget szívnak föl, mert ugye az itt az identitás keresésnek, meg a bizonyításnak az egyik ismérve, hogyha megmered tenni, akkor jó vagy, hogyha nem mered megtenni, akkor gyáva vagy és gyenge vagy, úgyhogy meg fogja tenni, hogy a számára felkínált anyagmennyiséget kontrollálatlanul bejuttatja a szervezetébe, és nem tudjuk, hogy hat ez egy lányra, egy női szervezetre, egy fiúra, egy férfire, éhgyomorral, telihassal, 8 órát táncolva, 3 órát táncolva, millió olyan rizikófaktor van, ami abszolút nem tudja garantálni, hogy ebből ő károsodás nélkül kijön. Tehát az az üzenetem így a fiataloknak, meg a szülőknek, hogy csinálj bármit,
de eszed legyen. Nyilván kell lenni egy láthatatlan kéznek, amelyik megakadályozza, hogy bizonytalan forrásból származó dolgokat megkóstoljon, kipróbáljon, fogyasszon, még akkor is, hogyha 2 héttel ezelőtt semmi baja nem lett. És ott van a szülőknek a felelőssége is, hogy azért beszélgessenek a gyerekeikkel otthon, ne 7 percet naponta, hanem egy kicsit többet. Ha arra van gyanú, hogy anyagszármazékot vagy bármi viselkedés változást tapasztalnak mondjuk a gyereken vagy a ruházatában megtalálják, akkor kérjenek segítséget, és ezért volt jó, hogy létrejött a Narcotics Anonymous, mert sok aggódó szülői telefont kapunk, a KEF tagok is, szervezetek, szakemberek, hogy hova irányíthatom a 16 éves, 14 éves, vagy esetenként 12 éves gyerekemet, ki tud vele foglalkozni. És ha nincs felkészülve az egészségügyi ellátórendszer ezeknek a személyeknek a fogadására, de reméljük, hogy fel van, akkor itt kap szerepet az önsegítő csoport, úgyhogy keressék a plakátjait a Narcotics Anonymousnak, keressék a kapcsolatot velük, és akár a szülő, akár az érintett személy igenis próbáljon beintegrálódni egy-egy ilyen csoportba, mert a segítség ott van. És én bízom abban, hogy a beszámolód elején mondtad, hogy az egyik is legfontosabb, és azt hiszem, hogy ez lehet az üzenete, ha tényleg olyan társasággal vagyunk, akikkel akkor is együtt vagyunk, amikor nem bulizunk, tehát valódi baráti társaság, akikre számíthatunk akkor is, amikor egy kicsit már oldottabb a hangulat, nem az alkalmi baráti társaságok társaságát kell keresni egy-egy buli helyen. Én azt hiszem, hogy ez lehet a megnyugtató, jó kiinduló pont, akár egy otthoni beszélgetésnek is, de ez meg már lassan egy másik adás témája lenne. Nem tudom, Krisztián, kicsit úgy érzem, mintha akarnál még mondani valamit, vagy igen, zárszóként. Igen, én két dologra szeretném felhívni a figyelmet. Az egyik egy saját tapasztalat. Az egyik reggel hallgattam egy elég népszerű rádióadásnak a reggeli műsorát, ahol az egyik híres divattervezőről volt szó, aki gyakorlatilag, akit a hatóság kábítószer gyanús anyag birtoklása miatt előzetes letartóztatásba helyezett, és ott elhangzott egy érdekes mondat, ami így nagyon megütött a fülemet. Mégpedig azt mondták, hogy de hát Magyarországon a kábítószer fogyasztása az legális, és csak a terjesztése büntetendő. Hát ezen én annyira meglepődtem, és itt döbbentem rá arra, hogy nekünk felelősségünk van abban is, hogy hirdessük azt, hogy Magyarországon zéró tolerancia van a kábítószer fogyasztással kapcsolatban is, hiszen hogyha valakit elkap a hatóság és csekély mennyiséget találnak nála, akkor is annak is van szankciója, van büntetési tétele. Nyilván első körben elküldi a hatóság egy elterelésre, ami szakember bevonásával történik, fél évig tart körülbelül, és én azt gondolom, hogy az nagyon ciki mondjuk egy fiatalra nézve, vagy akár egy középkorúra nézve is. És ott egy picit el tud gondolkodni azon, hogy úristen, ennek komolyabb következménye is lehetett volna. Tehát ez az egyik dolog, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy nem legális a kábítószerfogyasztás Magyarországon. Tehát zéró tolerancia van és büntetendő. A másik dolog, amire fel szeretném hívni a figyelmet, az, hogy társelnök úr is említette, hogy óriási a szülői felelősség, hiszen én is kapok szakemberektől esettanulmányokat folyamatosan, és találkoztam olyannal, hogy a szülő nem vette észre, hogy a gyermek alkoholista. Tehát valóban a 7 percnél egy picit többet kell a gyermekeinkkel foglalkozni, és vannak valóban olyan alkoholisták, akik fiatalok, és már az iskolába menetel előtt elfogyasztják a napi adagnak egy részét. És a szülőnek fel sem tűnik, hogyha nem beszél vele. Tehát óriási a szülői felelősség, és én azt gondolom, hogy nekünk ebben is van felelősségünk, hogy felhívjuk arra a figyelmet, hogy az elsődleges jelzőrendszer
és észlelő rendszer az a szülő, tehát a szülőnek foglalkoznia kell a gyermekével. Kvázi én azt gondolom az a jó, hogyha nem egy ilyen alá és fölé rendeltségi viszony alakul ki mondjuk a tinivel, hanem inkább egy ilyen baráti, egy őszinte viszony. Hiszen nagyon sok esetben ugye nem csak azért kezdenek el inni a fiatalok, mert az buli és társadalmi elvárás, hanem lehet ennek kiváltó oka mondjuk egy olyan életesemény, ami depresszióba sodorja, és ennek a következménye az alkohol. És nyilván a depressziót ugye antidepresszánssal, stresszoldó gyógyszerekkel próbálja kezelni az egyén, és ha arra még ráiszik, annak nagyon súlyos következményei lehetnek. Ugye ebből adódik a függőség, és mint tudjuk, Magyarországon 1,2 millió alkoholista van. Tehát én azt gondolom, hogy ezeknek az önsegítő csoportoknak, mint például az NA is, nagyon nagy a létjogosultsága, és egyébként vannak anonim alkoholista önsegítő csoportok is itt Szombathelyen, ami működik, és nagyon hasznos, sőt, vannak hozzátartozói csoportok is, ahol a hozzátartozókat próbálják meg segíteni a közösség erejével. Elnök úr, társelnök úr, én azt hiszem, hogy nagyon sok jó tanácsot adtunk ma esti műsorban a kedves nézőknek, szülőknek, fiataloknak, bárkinek. Köszönöm szépen, hogy elfogadtátok ismét a meghívásunkat, és jót beszélgettünk. Köszönjük a lehetőséget. Kedves nézőink, én bízom benne, hogy a következő műsorunkban már a szociális hét legjobb eseményeiről is, legfontosabb eseményeiről is már múlt időben, de beszámolhatunk, hogy hogyan sikerültek. És itt a stúdióban most véget ér az adás, de azt hiszem, hogy bátran mondhatom, önök most otthon kezdenek el beszélgetni a családtagokkal, főleg, hogyha vannak kiskorúak is. Közrenddel találkozhatnak majd egy hónap múlva, és én köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra!